Gyöngyösi Márton lehet az összekötő kapocsa Jobbik és a Györkös István nevével fémjelzett hungarista mozgalom között. Ezt írta a héten a Népszava. Azóta azt is tudjuk, hogy Gyöngyösi saját bevallása szerint kétszer is találkozott a korábban Györkösék által üzemeltetett, ma viszont orosz propagandának tűnő tartalmakat közvetítő Híd Főportál munkatársával. Gyöngyösi Márton a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Látható, hogy a Fidesz kommunikációs gépezete most arra felé vette az irányt, hogy önöket egy orosz báb párt szerepében járassák le, de attól még, hogy ez a kormány hatalmi érdekeit szolgálhatja, nem biztos, hogy nem igaz. Úgyhogy vegyük végig a konkrét ügyeket, amik ebbe az irányba mutatnak, mert ezen a találkozón kívül volt még más is, de mivel ez az, ami személyesen érinti önt, ezért kezdjük ezzel. Itt volt ez az ember, aki bemutatkozott önnek állítólag, mint a Híd Főportál munkatársa, amikor viszont a sajtó most kereste a fotó és a találkozó ügyében, akkor azt mondta, hogy semmi köze a Híd Főhöz. Ez meglepte önt? Az úr mikor hazudott vajon? Önnek, vagy most az újságíróknak? Én nem vagyok nyomozó hatóság, tehát ez nem az én feladatom eldönteni, hogy ki mikor és milyen pillanatban mond igazat. Én 6 éve azt a szemléletet követem a Jobbik országgyűlési képviselőjeként és külügyekért felelős szakpolitikusaként, hogy aki engem megkeres, legyen az akár a pártirodán keresztül, akár a frakcióirodán keresztül, akár a Facebook oldalamon keresztül, akár személyesen telefonba, akár e-mailen, az ajtómat nyitva találja. Ez így volt akkor is, amikor keleti újságok, nyugati újságok jöttek be, miért pont a Híd Fő újságírójának mondtam volna nemet. Egyhez ragaszkodtam, hogy egy nyilvános helyszínen találkozzunk, leültünk, és egy kávé mellette beszélgettünk külpolitikai kérdésekről, az éppen aktuális konfliktusokról, amelyek a világban dúlnak, ennyi. Miért ragaszkodott a nyilvános helyszínhez? Miért gondolta, hogy ha mondjuk az irodájában találkozik, az később kínos lehet? Nagyit mondtam, hogy az Európa Kávéházban ekkor és ekkor állok rendelkezésre. De úgy fogalmazott az előbb, hogy ragaszkodott a nyilvános helyszínhez. Az ember akkor ragaszkodik egy nyilvános helyszínhez, mondjuk a filmek tanúsága szerint is, hogyha úgy érzi, hogy ez minimum egy necces találkozó. Hát nézze, az, hogy a Híd Fő az pont rúra végződik, és a magyar sajtóban úgy van beállítva, mint egy orosz propaganda lap, meg egy hírportál, és ismerve azt, hogy a Jobbikot régóta támadják azzal, hogy bármiféle kapcsolata lenne Oroszországgal, és itt valamiféle orosz érdekeket képvisel, így jobbnak láttam, hogyha ez egy nyilvános helyszínen zajlik, de a legtöbb ilyen típusú találkozót amúgy is külső helyszínen szeretem lebonyolítani. Annyira képben volt, és nyilván tényleg képben volt, hiszen ez köztudomású volt, az orosz kötődés illetően, akkor gondolom hát a nemzeti arcvonalos kötődést illetően is képben lehetett, hiszen nem. Ez is nyilvános információ volt már, és írták a sajtóban. Az, hogy ez Gábor, hát azért a kronológiai sorrendet ne cseréljük fel. Hogy a Híd Fő című újság, aminek a munkatársaként ez Gábor, akit Szalai Gáborként már nevesítettek a sajtóban, bejelentkezett önnél. Ez egy korábban a nemzeti arcvonal által létrehozott újság volt, amit később áttettek egy orosz doménre, de hát ettől még nem világos, hogy kötődik-e változatlanul ehhez a hungarista szervezethez, vagy mennyire. Nézze, én nyomozói tevékenységet nem folytatok, amikor bejön hozzám egy újságíró. Tisztában vagy... volt ezzel a szélső jobboldali kötődéssel? Megmondom őszintén, nem. Tehát a Híd Főt néha olvasom. Tehát csak meg, az orosz propaganda gyanúnak volt. Nézze, ez egy anonim oldal. Tehát egy anonim oldalról beszélünk, aki, tehát az, hogy ki szerkeszt, meg ki újságírója ennek az oldalnak, ezt nem lehet tudni, és én mind a mai napig nem tudom. Tehát az, hogyha valaki bejön hozzám, és azt mondja, hogy ő ennek és ennek az újságnak a... De megmondom őszintén, amikor az Economist újságírója járt nálam, róla se tudtam, hogy valóban az Economist újságírója-e, ugyanis az is egy olyan oldal, ha ismeri, aminek nincsen szerkesztőségi rovasza és impresszuma. Hogy másokból anonim az Economist és a Híd Fő, nem? Hát nézze, én csak feltételezésekkel élhetek, nem tudom, én nem szeretem az anonimitást, én a transzparenciában élem az életem egy nyitott könyv, ez egy országgyűlési képviselő. Akkor beszéljünk az életének erről a fejezetéről egy kicsit többet, hogy ne csak a feltételezésekből induljunk ki, mert az kiderült az ön eddigi nyilatkozataiból, hogy ez minimum egy furcsa találkozó lehetett ahhoz képest, hogy újságíróként jelentkezett be önnél valaki, hiszen interjú nem született egyik találkozóból sem, az ön elmondása alapján pedig, mintha Szalai úr több időt töltött volna azzal, hogy önt beavatja az orosz politika rejtelmeiben, mint hogy kérdéseket tegyen föl.
Ez a külpolitika az egy nagyon széles terület, és én klasszikus külpolitikával sokat foglalkozom, és a diplomácia világában sokat mozgok, de ma már a külpolitikának olyan területei is érdekesek, meg a külpolitika alá tartoznak, mint amilyen a gazdasági kérdések, vagy adott esetben a katonai ügyek. Tehát a szíriai konfliktusnak, az ukrán válságnak számos olyan aspektusa van, amit én nem ismerek, és nincs is hozzá megfelelő szakértelmem. Így egy nagyon nagy érdeklődéssel beszélgetek olyan emberekkel, akik adott esetben egy ilyen típusú helyzetnek, vagy egy ilyen típusú konfliktusnak más oldalait is megvilágítják. Beszélgettünk, nem minden beszélgetésből szokott interjú születni. De nem tűnt fel önnek, hogy valaki bejelentkezik újságíróként, majd nem készít interjút, viszont önt próbálja informálni, feltétlenül egy bizonyos orosz perspektívából világpolitikai eseményekről? Nézze, az életünket úgy éljük a 21. században, hogy próbáljuk az információt a dezinformációtól megkülönböztetni, és ez még akkor is igaz, hogyha az ember csak a CNN meg a Russia Today között kapcsolgatja. És mit gondolt, amikor az első találkozóról felállt Szalai Gáborral? Azt gondolta, hogy hát lehet valami ezekben a hírekben, hogy itt egy propaganda oldalról van szó? Én azt gondoltam, hogy egy nagyon érdekes beszélgetésen vagyok túl. Beszélgettünk Ukrajnáról, Szíriáról, az Európai Unióról, az Európai Uniónak az Oroszországgal szembeni szankciós politikájáról, Iránról, az Iránnal szemben feloldott embargóról, és egy nagyon érdekes beszélgetést folytatunk, hasonló témákat vettünk sorba, nyilván fél éves késéssel. Először, hát valamivel több mint egy évvel ezelőtt találkoztunk, utoljára meg egy olyan 7-8 hónappal ezelőtt, és én úgy ültem le, mint ahogy bármilyen beszélgetéshez leülök, és egy érdekes beszélgetést folytattunk külpolitikai témákról kizárólag. Most, hogy utólag felvetődött, hogy ez talán egy interjúnak álcázott titkosszolgálati találkozó lehetett, megfordul az ön fejében, hogy akár anélkül, hogy ön ennek akkor tudatában lett volna, mégiscsak valami fajta befolyásolási kísérlet áldozata volt? Ha velem valaki közli, hogy ez Gábor azon túlmenően, hogy ő egy újságíró, még szélsőséges politikai eszméknek a képviselője, orosz kém, vagy Magyarországon katonai hatalomátvételt célzó, nem tudom én, kiképző tiszt, akkor nyilvánvalóan nem találkozom vele, de ezt nem közölte velem senki, mint ahogy semmilyen más információ nem látott napvilágot ezzel az emberrel kapcsolatban. És megjegyzem azt is, hogy azok, amiket én most olvasok a Népszavában, vagy a különböző sajtótermékekben, Riposztban, 888-ban különösen, azok is csak találgatások, és semmiféle konkrétumot még, vagy bizonyítékot erre én eddig nem láttam. Az viszont számomra nagyon furcsa, hogy én, aki 2015 áprilisában átestem egy nemzetbiztonsági átvilágításon, ami a legkomolyabb típusú nemzetbiztonsági átvilágítás, ami ebben az országban létezik, és erről papírt is tudok bemutatni felszólításra, én védett személynek minősülök, ami azt jelenti a külügyi bizottság alelnökeként, erről törvény van. Ez azt jelenti, hogyha én olyan típusú találkozóba bonyolódom, vagy hogyha én olyas valakivel találkozom, ami ahol furcsa információk, vagy adott esetben titkosszolgálati figyelemre számot tartó információk napvilágot látnak, akkor én ezt köteles vagyok jelenteni. Csak hogy ennek van egy másik oldala is, hogy a szolgálatok is kötelesek engem figyelmeztetni, hogyha adott esetben egy olyan ember kér tőlem találkozót, vagy egy olyan emberrel találkozom adott esetben több egyére, aki valamilyen szintű nemzetbiztonsági kockázatot hordoz. De akkor most ezzel azt mondja, hogy a szolgálatok kötelesek önt figyelni? Mert hogy ugye ön nem informálta a szolgálatokat. Engem nem figyelhetnek, hogy... mert országgyűlési képviselő hát vagyok. Az. De hogyha ez Gábor valóban 10 éve nem tudom én milyen szervezetnek a tagja, akkor itt két opció áll fönn. A szolgálatok figyelték, és akkor a célkeresztjükbe volt, és akkor engem kötelesek lettek volna tájékoztatni, vagy pedig nem figyelték, és akkor roppant nagy a probléma Magyarországon, mert itt most a Gait Faraon ügy kapcsán, a Györkösféle lövöldözés kapcsán, ami egy tragikus rendőrgyilkosságba bonyolódott, ott is fölmerülnek bizonyos kérdések, és ennek az esetnek a kapcsán is fölmerülnek bizonyos kérdések azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek Magyarországon a szolgálatok, védik-e egyáltalán a képviselőket, vagy pedig pártpolitikai célokra használják őket? Ezekre a kérdésekre szeretnék választ. Önnek abban igaza van, hogy itt valóban felmerülnek fontos kérdések, és megígérem, hogy meg is fogjuk beszélni. Nem és sokára miért most derül ez ki? Hát ennek, ez az egy évvel ezelőtt történt. Hogy lehet az,
az, hogy akkor jön ki ez az egész ügy, amikor én egy héten belül parlamenti interpellációban, napirend előtti felszólalásban és sajtótájékoztatóban firtatom a belügyminisztériumnak a szerepét abban, hogy egy Gayit Faraon nevű 20 éve FBI és Interpol által körözött szaudi milliárdos terrorista műemlékeket vásárol itt Magyarországon, beköltözik Orbán Viktor tőszomszédságába, anélkül, hogy a szolgálatok tudnák, hogy ki ez az ember. És közben pedig olyan törvény születik Magyarországon, hogy műemlék felújításának a költségeit 31 milliárd forintig a 2017-es költségvetési törvény alapján levonható a társasági adóalapból, letelepedési államkötvény, biznisz van itt a csúcsra járat, vagy Rogán Antal miniszter úr jó voltából, Lázár János, az információs hivatalt felügyelő miniszter, még csak nem is hallott Gayit Faraonról, Pintér Sándor belügyminiszter úr egy levelet ír a szaudi nagykövetnek, amiben elmondja, hogy információk alapján, FBI-tól kapott új lenyomatok alapján beazonosították, hogy ez a Gayit Faraon, az a Gayit Faraon, akit terrorizmus finanszírozásával gyanúsítanak, fegyvercsempészettel gyanúsítanak, az FBI körözi, leírja, hogy milyen típusú befektetései vannak Magyarországon, és elmulasztja azt a kötelezettségét, hogy elfogató parancsot adjon ki Gayit Faraon ellen, miközben az Orbán Viktornak, a miniszterelnöknek a veje üzletel vele, mert a Postabank székházat az ő cégétől vette meg, ott lakik Orbán Viktornak a tőszomszédságába, a seregélyesi és a hőgyészi kastély az ő tulajdonjába került, és közben olyan törvények születnek, ami az ő üzleti tevékenysége, és Szijjártó Péter által felügyelt Nemzeti Kereskedőház ZRT közös céget hoz létre, Prominence Food ZRT név alatt, élelmiszer export-importra szakosodva, Gayit Faraon cégével, a Faraon Beta vagy Gamma, vagy Delta de nevű céggel. Tudom, hogy ezt még így lehetne napokig sorolni, hát, és nagyon köszönöm, hogy felvezette a következő beszélgetésünket, mert erről is fogunk beszélni nemzetbiztonsági szakértőkkel, és mint a mi beszélgetésünk elején említettem, valóban úgy látszik, hogy ön ellen zajlik most egy lejárató kampány is. Ez lehet ehhez is köthető, amit most elmondott, meg ahhoz is egyszerűen, mármint maga a hír, és hogy a kép most lett érdekes, hogy Györkös István annak a mozgalomnak a vezetője, akihez a Szalai Gábor is tartozik állítólag, akivel ön találkozott, az lelőtt múlt héten egy rendőrt, és ezért ez a hungarista mozgalom most reflektorfénybe került, és a hozzátartozó emberek is. De mint említettem, attól még, hogy itt más és szélesebb kontextus is elképzelhető, és az is lehet, hogy valaki betáraszta, úgymond ezt az önről készült képen, nem biztos, hogy ez nem sokat mondó, és nem biztos, hogy nincsenek valóban megkérdőjelezhető orosz szálak a Jobbik körül. Ide mutat például az a másik, szintén e héten nyilvánosságra került ügy, hogy a Jobbik képviselőinek vízumkérelmét, az közvetlenül Putyin spin doktora, vagy ahogy szokták politikai berkekben hívni, báb mestere intézte, mégpedig az önök munkatársának a megkeresésére. Először is, csak még, hogy itt az előző témához visszakötődve és válaszolok a kérdésére, tehát azért azt szerkesztő asszony se gondolhatja komolyan, hogy ezt a felvételt, ami az Európa Kávéházban készül több mint egy évvel ezelőtt, egy átlag állampolgár készítette, aki meglátta, hogy Gyöngyösi Márton ott kávézik egy asztalnál valakivel, és én ezt majd gyorsan lefotózom, mert ez majd egy érdekes téma lehet a Népszava szerkesztőjének, majd egy héttel azelőtt, mielőtt az alaptörvény módosítás kapcsán. Ezek valóban érdekes kérdések, de még nem szolgálnak magyarázatul arra, hogy önöknek milyen sok orosz kapcsolatuk van ahhoz képest, hogy folyamatosan tagadják, hogy orosz országból mozgatnák önöket, vagy a pártot, vagy pénzt kapnának hát erre Oroszországból. Erre még semmiféle bizonyítékot nem láttunk, csak állandóan megy ez a sejtetés, meg ez a lebegtetés, hát ami elhiszem, sejtetés, hogy egy kellemes... Kovács Bélával kapcsolatban egy konkrét eljárás folyik, és meg van vádolva a kémkedéssel. Harmadik éve. Azt most már tudjuk, mert az önök pártigazgatója elismerte, hogy valóban Szurkovúrral próbálták meg intéztetni a vízumkérelmüket, ami elég érthetetlen, hiszen ezt a követségen is le lehetett volna adni. Azért ennél, tehát azért akkor térjünk át erre a kérdésre. Szabó Gábor, aki a Jobbiknak a pártigazgatója, érdeklődött az iránt, hogy mint pártigazgató, tehát ebéli minőségében és funkciójában, ő nyilván a párt szervezésével, kampánnyal, kampányok lebonyolításával foglalkozik. Tehát ez a szakterülete, hogyha úgy tetszik. És ő minek utána Oroszországban számos regionális, helyi önkormányzati, meg országos választás volt itt az elmúlt néhány év,
évben, ő felvetette azt, hogy ő szívesen kimenne, és adott esetben megvizsgálná azt, hogy egy kampány Oroszországban hogyan zajlik. Értem, de nem az a hallatlan, hogy neki eszébe jut, hogy kimegy Oroszországba, hanem hogy Stanislaw Adrián, aki ezt intézte a párt részéről, az pont Vladislav Szurkóval veszi fel ebben a témában. Nem Vladislav Szurkóval vette fel a kapcsolatot. Hát azért csak igen, nem, mert azért hogy az ő feltört... azt, hogy csak nem gondolja azt, hogy Vladislav Szurkóval, akiről a Indexnek a legutóbbi portré, mert ez is érdekes, hogy pont két nappal ezelőtt ismerhette meg a nagyvilág Vladislav Szurkovnak a nevét és az egész élettörténetét. Stanislaw Adrián a privát e-mail címére ír Vladislav Szurkovnak, aki állítólag az egész orosz gépezetet működteti 26. évet. Nem közvetlenül érkezett ez az e-mail, hanem egy Oleg Bondarenko nevű embertől, aki feltehetően viszont Stanislaw Adriántől kapta, de mindegy is, hogy hány összekötő kapcson keresztül, az biztos, hogy ez az e-mail ott landolt, ezt már önök is elismerték. Én, tehát itt most egy vízumkérelemről van szó, tehát Szabó Gábor érdeklődött egy oroszországi kampányesemény iránt, megkérvényeztük neki a nyilván hivatalos úton módon a vízumot, Stanislaw Adriánnek pedig, aki egészen a közelmúltig bezárólag munkatársunk volt, aki kiválóan beszél oroszul, neki ledelegáltuk azt a feladatot, hogy ebben a ügyben járjon el. És nekem most megkérdezték erről tőle tegnap óta, mióta ez az ügy kipattant, hogy miért éppen ezen az úton járt el ebben az ügyben, és miért épp az ember intézte ezt a vízumot, aki többek között arról híres, hogy az orosz barát pártok ügyeit rendezi az egész Európai Unióban? Én nem tudom, hogy ki a megnevezett személy. Stanislaw Adrián negyedik hónapja nem dolgozik a Jobbiknál. De ön ismeri, utazott is vele korábban. Hogyne. Megkérdezte, tudta, hogy ma jön ide erre az interjúra? Nem kérdeztem meg. Nem tudom, hogy miért ott intézte, hiszen köztudomású az, hogy egy vízumkérelmet bárki számára lebonyolítanak az orosz konzulátuson itt a budapesti nagykövetségen. Éppen ezért meglepő, hogy miért kell ilyen magas szintű kapcsolatokat igénybe venni. Az is egyébként, hogy önöknek ilyen szintű kapcsolataik vannak az oroszokkal. Hát vannak kapcsolataink Oroszországban, de nem kizárólag Oroszországban. Törekszünk arra, hogy minél több országban legyenek minél magasabb szintű kapcsolataink. De még egyszer hangsúlyozom, tehát a vízum az nem Vladislav Szurkovtól és a Kremlből érkezett, hanem a budapesti orosz nagykövetségtől. Amikor egyébként ön Stanislaw Adriánnel közösen utazott választási megfigyelni, szintén egy rettentő ellentmondásos helyzetben, ugye egy olyan szakadár ukrán választásra, amit az oroszokon kívül gyakorlatilag senki nem ismerte, sőt az összes nagyhatalom alkotmányellenesnek tartott, akkor ezt az utat minden bizonyság szerint, legalábbis a sajtóban így jelent meg, és önök még nem határozottan nem tudták cáfolni, Mateusz Piszkorszky intézte. Ő pedig arról híres, vagy lengyel politikus, hogy már le is tartóztatták kémkedés gyanújával Lengyelországban. Ezt nem Piszkorszky úr szervezte ezt az utat, tehát most itt a dombaszi, luganszki választási megfigyelésre célzott szerkesztő, azt, hogy feltételezem. Ezt nem Piszkorszky szervezte. Most így hirtelen nem tudnám megmondani, hogy milyen szervezettől kaptunk erre meghívást, de határozottan cáfolom, korábban egyébként megmondta, és akkor egy szintén anonim alapon szervezett szakadár websájtnak a nevét mondta meg, akikről ismét nem lehet tudni, hogy kicsodák, és mutatnak arra jelek, hogy ez a lengyel úriember állt mögötte. De a másik, aki ott volt... De nem Piszkorszky állt mögötte, ez egészen biztos. Aki viszont ott volt még ezen az úton, ahol ön is választási megfigyelt, az úriember, aki az orosz bankhitelt intézte a francia szélső jobb pártjának, Le Pen pártjának, ami a sajtóban, már a világ sajtóban bizonyítást is nyert, ők sem tagadják, hogy egy rendkívül jó Putyinhoz bekötött kapcsolatokkal rendelkező orosz bank adott hitelt a francia szélső jobb oldalnak, és ezt egy olyan ember intézte ezt az egészet, akivel ön találkozhatott, mert ő is ott volt ezen a úton. Én tudom azt, hogy Marine Le Penéknek az orosz bankhitelt egy Schaffhauser úr nevű úr szervezte, de mivel én ott voltam Donbassban, én nem találkoztam Schaffhauser úrral, tehát ő egész biztos nem volt ott. Én még életemben nem találkoztam Schaffhauser úrral, de a nevét ismerem, és tudom azt, hogy a... Tehát ez teljes véletlen, hogy önök állandóan ilyen-olyan módon összekapcsolhatóak lesznek minimum orosz kémgyanús személyekkel, legyen ez Szalai Gábor, vagy Kovács Béla, aki ellen folyik az eljárás, vagy Piszkorszky úr, aki ő már Lengyelországban. De nézze, szerkesztő, hogy
tehát most sorolt neveket, Schaffhauser úr nem volt ott Donbaszban, vagy lehet, hogy ott volt, de hogy én nem találkoztam vele, az egészen biztos, mert még életemben nem találkoztam Schaffhauser úrral. Piszkorszky úr, bár ismerem meg a nevét legfőképpen, meg találkoztunk is, de nem ő szervezte a donbaszi utat, és Kovács Béla ügyéről meg sok mindent tudunk, de igazából semmilyen konkrétum az elmúlt 3 évben még nem látott napvilágot. Önök ígértek egy belső vizsgálatot, amit aztán soha nem folytattak le a pártban, pedig azt gondolná az ember, hogy önöknek kellene a legfontosabb legyen, hogy tisztázzák. Hogyne, és eljutottunk gyorsan addig a pontig, hogy nem tudjuk megállapítani a rendelkezésünkre álló eszközökkel, hogy pontosan mi történt. Vona Gábor maga kérte azt, hogy a hatóságok járjanak el abbe az ügybe, mert azért az roppant csak furcsa, hogy valakit egy héttel az európai parlamenti választások előtt, ahol ő maga is befutó jelöltként szerepel a Jobbik listáján, valakit megvádolnak kémgyanúval, és utána pedig hosszú hónapokon, éveken keresztül nem történik semmi. Tehát hogyha ez a vád nem igaz, akkor azért furcsa, ha meg igaz, akkor meg azért furcsa, hogy 3 éven keresztül egy kémkedéssel megvádolt ember jár, kell és utazik a világba. Tehát vagy így, vagy úgy ez a történet furcsa, és megint csak az a meglepő dolog, hogy Magyarországon, vagy akár Európában, vagy Brüsszelben, hogyha már ilyen vádakat fogalmaztak meg valakivel szemben, ők maguk nem akarják ezt az eljárást lefolytatni, minél gyorsabban, minél sürgősebben, és tisztázni ezt az ügyet. Tehát számomra éppen az a furcsa, hogy a hatóságok, meg az ügyészség nem akar ebbe az ügyben hathatósan eljárni, és gyorsan lezárni. Sajnos az időnk lejárt, egy fontos kérdés még, az alkotmánymódosítást az országgyűlésben meg fogják szavazni, az alaptörvénymódosítást? Mi világosan beszéltünk ebben a kérdésben, azt mondtuk, hogy a magyar választópolgárok a október 2-ai népszavazáson világosan kimondták azt, hogy semmilyen kvótát és semmilyen típusú betelepítést nem akarnak Magyarországra látni. Ez legyen szó akár Junckerről, akár más valakiről. Most jelenleg érvényben van egy olyan letelepedési államkötvény intézmény Magyarországon, amin keresztül több ezer, állítólag már több mint 7000 migráns Magyarországon letelepedett. Mi ennek a felszámolását? Most egyelőre úgy lehet tudni, hogy a kormány ezt megszünteti, csak nem azért, mert önök szeretnék. Mondták már ezt is, meg mondták az ellenkezőjét is. Én ennek a kormánynak már csak azt hiszem el, ami elmúlt. Ha majd a magyar szavazásig ez nem jelenik meg a magyar közlönyben, akkor önök nem szavazzák meg. Hát most kinek kéne hinnem, Rogán Antalnak vagy Orbán Viktornak? Hát mondtak már mindent, meg mondták az ellenkezőjét. Tehát akkor nem fogják megszavazni az alaptörvénymódosítást. Hát várjuk ki a november 8-át. Csak ha november 8-áig a közlönyben. Hát valami garanciát szeretnénk látni, mert hinni nem tudunk a kormánynak. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.